Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem lehet hallani mindenhol, hátul is hallatszik a hangom. Akkor ez így tökéletes lesz, ez a hangerő maradhat. Nagyon szép hangzatos címünk van, igazából nagyon szép megfogalmazás az mindannak, amit mondani szeretnék, de igazából 1848-49-hez kapcsolódó gyulai érdekességeket fogok önöknek föltárni. Természetesen a címben foglaltak benne lesznek. De hát persze ezzel mi a probléma? Hát ugye nagyon jól tudjuk, hogy 1848-49-el kapcsolatban minden településnek van valamiféle hagyománya, nagyon sok mindent tudunk, nagyon sok mindent jól tudunk, és nagyon sok mindent rosszul tudunk. Egy kicsit erre is fogok kitérni, egy kicsit megpróbáljuk tisztába rakni ezeket a dolgokat, de mindenképpen érdemes azt már az elején leszögezni, hogy Gyulának nem akármilyen kötődése van a szabadságharchoz, még ha ez a végjátékot is jelenti, ami egy szomorú zárása a szabadságharcnak, de ez mindenképpen Gyulához köthető, és majd látjuk, hogy milyen módon és milyen méltó módon kötődik ehhez. Na nézzük akkor az első diát is. Kezdjük az egészet a szabadságharci végjátékával. 1849. augusztus 13. világos mellett Görgei Artúr az orosz túlerővel szemben leteszi a fegyvert. Egyébként hivatalosan, na akkor megint egy olyan tény, amit rosszul szoktunk tanulni, nem világosnál teszik le a fegyvert, hanem világoson indulnak el, és a szőlősi síkon történik meg a fegyverletétel. Emiatt szőlősi fegyverletételnek is lehetne mondani, maradjunk a világosnál a továbbiakban. Milyen helyzetben találja Görgei Artúrt és az általa vezetett mintegy 30 ezer főt meghaladó sereget ez a tény? Hát kérem szépen, augusztus 11-én jut a fülükbe az, hogy augusztus 9-én Temesvárot, csatát veszített a magyar sereg. Ez egy rettentő súlyos vereség volt, innen már nehéz bármiféle érdemi ellenállást folytatni. Görgei Artúr és Kossuth Lajos leül egymással tárgyalni. Megbeszéljük azt, hogy hova tovább. Lehet még ellenállást kifejteni, de a hatalmas túlerővel szemben értelme már nem lesz, csak az anyagi és emberi áldozatokat lehet fokozni. Ebben a helyzetben mi történik? Végül megegyeznek, hogy Kossuth Lajos átad minden hatalmat Görgei Artúrra, jelzem, 31 éves fiatalemberről beszélünk, aki sebesülését még nem heverte ki. Hiszen a második komáromi csata során fejsérülést szenvedett, ráadásul oly módon, hogy szétnyílt a koponyája 12 cm-es szélességben, és így hajtja végre azt a bizonyos visszavonulást, amit azóta is érdemes tanítani hadtörténelemből. Tehát egy rendkívüli képességű embert kell elképzelni. A magyar hadtörténelem egyik legnagyobb alakjáról van szó, és a legtöbbet szidott alakjáról is, ez reményeim szerint már nem kell külön hangsúlyoznom, hogy ezek a vádak nem igazak rá. De ebben a helyzetben minden katonai, polgári hatalom ráhárul, és minden felelősség is. Ebben a helyzetben kell döntenie. Összehív egy katonai tanácsot, ahol a tisztjeit megszavaztatja, ő direkt kimegy a szavazásról, nem vesz részt ebben, hogy hogyan tovább, mi történjen meg. 100%-ban mindenki arra szavaz, hogy le kell tenni a fegyvert, nincs értelme már ellenállni. Mondjuk úgy, hogy 98%-ban mindenki arra szavaz, hogy az oroszok előtt kell letenni a fegyvert. Ezt is majd egy kicsit tisztázni fogjuk, hogy miért volt fontos, hogy az oroszok előtt. Természetesen azért is, mert ezzel ki lehet azt fejezni, hogy nem az osztrák fél győzte le a magyar honvédséget, hanem az orosz cári beavatkozás, ez a 200 ezer muszka katona. Ez azért nem utolsó dolog. Másfelől pedig az oroszok folyamatosan azért már pedzegetik, vagy legalábbis csepegtetik azokat az információkat, hogy a cáratyúska igyekszik mindenkiért jót állni, nem lesznek nagyobb retorziók. Tehát ezt majd tudjuk, hogy nem így történt meg. De ezt abban a pillanatban még nem lehet tudni. 2% egyébként visszatérvők azt mondják, hogy az osztrákok előtt kell megadni magukat. Mi történik? Hallgat a tiszti tanácsa Görgei Artúr, összehívja az embereit, és megbeszélik, megegyeznek az oroszokkal, megtörténik a fegyverletétel, ami egy hosszadalmas folyamat. Nem egy percről percre történő dolog, de ráadásul úgy, hogy azért gondoljunk bele, hogy ott van legalább 33 ezer fős katonaság, közkatonák. Utána még ott van legalább 1500-1400 tiszt. Felszerelésről nem is beszélve, a személyes holmikról nem is beszélve, ezt mind át kellene venni gyorsan az oroszoknak, hát erre ők sem voltak felkészülve, hogy ekkora hadianyagot és ekkora emberáradatot kell majd gondozniuk, de mi történik? Megtörténik a fegyverletétel, csak zárójelben, mert kifutunk az időből, azért ezt ne gondoljuk, hogy fényes dolognak, nagyon sok kép és forrás számol be arról, hogy mennyire letargikusak voltak ekkor az emberek, amikor elindulnak a szőlősi síkra, még patetikusak fogalmazunk úgy, és amikor megérkeznek, akkor szakad rájuk minden érzelem. Hát képzeljük, hogy Görgei Artúr, ez a fiatal ember, még be van kötve a feje, felvonul az emberei előtt, próbálj beszédet intézni hozzájuk, nem tudja megtenni. Ez az ember, aki a halállal szemben is bármikor bátor tudott lenni, lehanyatlik a lova nyakára, elsírja magát. Odalép egy tisztje, megfogja a lova kantárját, ő is próbál szólni az emberekhez, ő is elsírja magát. Háromszor ezek a katonák megjegyzik Görgei Artúrt, a vezetőjüket, a vezérüket, és utána történik meg a szomorú aktus. De utána
az oroszoknak Rüdiger parancsok előtt leteszik a fegyvert, ekkor pedig hadifogolynak minősülnek. Azonban, ugye azt mondtam, hogy fegyverletétel történik, majdnem igazat mondtam, mert igazából annyi pontosítást kell ekkor eszközölnünk, hogy a tiszteket nem fegyverzik le. Nos, akkor nézzük meg miért. Nem volt az egyébként példanélküli a korban, amikor 1849-ben Arad vára megadta magát, akkor a magyarok direkt engedélyezték az osztrákoknak, hogy megtarthassák a fegyvereiket, a fegyvereiket. Ugyanígy ezt megtették számukra. Ez akkor van egy gesztus volt, tiszttel szemben. Ráadásul, hogy az oroszok ezt megengedik, fölmerül a kérdés, hogy miért. Egyfelől ez is egy gesztus volt, másfelől pedig Aradnál is kiemelték, ugyanezt gondolhatták az oroszok is, hogy tántoríthatatlan hősieségük és bátorságuk miatt a magyar tiszteket meg akarják becsülni. És hogy tisztnek a korban a fegyvere volt a becsülete. Így ezzel a tömeggel mit csinálnak? El kell indítani. Hát olyan jól sikerül, hogy amikor megtörténik a fegyverletétel, még estig zajlik egyébként az egyes csapatoknak a fegyverletétele és fegyverük elkobzása, meg a hadianyag felszámolása, bevétele, elvitele, na ekkor ennek a legénységi állománynak az egyharmada megszökik éjszaka. Tehát az oroszok tényleg nem voltak fölkészülve. Tehát 33 ezer emberből 10 ezer ember ugye éjszaka ugye el tud szökni. De ezzel az embertömeggel még mindig valamit kezdeni kell, méghozzá akkor valahova vezényelni kell őket. Hát az első gondolat az volt, hogy majd például az orosz katonai fő hadparancsnokságra, Nagyváradra kell őket küldeni. El is indulnak, de nézzük meg, hogy mi történik az oroszoknál és az osztrákoknál. Az osztrákok természetesen hajna, ahogy megtudja, hogy letették a magyarok a fegyvert, azonnal azt mondja, hogy hozzánk kell őket hozni. Az első parancs az, hogy akik nem szolgáltak korábban az osztrák hadseregben, őket Pesten át Pozsonyra kell vezényelni, a többieket pedig mind Aradra, ahol várni fogja majd őket a vésztörvényszék. Na hát ezzel egy kis probléma van, az oroszok egy kicsit próbálják elodázni a dolgot, mert előtte volt egy megállapodás az osztrák és az orosz fél között, miszerint ahogy megtörténik a fegyverletétel, egymás fogait át kell adni, de hát ugye máshogy történt, mint ahogy ezt eltervezték, éppen ezért problémát jelent abból a szempontból, hogy akkor új helyzet állt elő, akkor meg kell kérdezni a cárt, vagy legalábbis a felsőbb katonai vezetést, hogy akkor mi történhessen. Na ezzel egy kicsit lehet időzni. Legalábbis az Paszkevics, orosz főparancsnok próbálja egy kicsit elodázni a dolgokat, egy biztos megindítják a csapatokat szépen Zerinden és Kisjenőn keresztül Sarkad irányába. Kisjenőn még összegyűlnek. Egyébként akkor Rüdiger egy ebédre meg is hívta a magyar tiszteket, még áldomást is ittak arra, hogy a közös ellenségeskedésnek vége lett, és mostantól béke legyen. Ezt amikor Hajnón megtudta a Toporzékot. Dühöngött. Kérdőre is vonta egyébként Rüdigert, le is akarta teremteni őt, hogy hogy képzeli ezt, hogy ezekkel a lázadó fővezérekkel, ezekkel nem csak úgy bánik, hogy meghagyja a fegyverüket, mint a normális tisztek katonák lennének, hanem még együtt komáznak is. Hát erre Rüdiger nagyon hidegen csak annyit tudott mondani, miután meghallgatta Hajnónak a hosszadalmas toporzékolását, hogy semmi olyat nem tett, amit ezek az emberek ne érdemeltek volna meg. Ez jól mutatja, hogy tényleg megbecsülték a magyar tiszteket az oroszok. Ellenségnek nem voltak nagyon jobb, békében már azért jobb volt a helyzet. De ott az ebédnél még Görgei Artúr ott van. Itt el fogják választani a fősereggtől őt, és Nagyváradra fogják vinni. Ő még azt hiszi ebben a pillanatban, hogy majd követi őt a sereg. Nagyváradon tudja meg azt igazából, hogy nem fogja követni az a bizonyos sereg, sőt, tovább megyek, hogy a cáratyuska senkit nem tud majd megkímélni, csak őt. Azt az oroszok egyébként annyira komolyan mondták, hogy volt ilyen levelezés, és ha kell, akkor elvizik mindenhova, elvizik Oroszországba Görgei Artúr, de nem engedik kivégeztetni. Hát nagyon egyszerű volt a logika. Tudták nagyon jól, hogy fölülről lefele kell büntetni, aki minden egyes, tehát minden hatalmat, polgárit, katonait tud birtokolni, ha őt nem fogjuk kivégezni, akkor igazából nincs, akit ki lehessen végezni. Így gondolkoztak logikusan az oroszok. Hát persze Hajnó azt mondta, hogy hát mindenki mást akkor ki lehet végezni. És ő erre tette le a voksát. Itt megfordul egyébként Görgei Artúr a világ, mert ne feledjük, ez a 31 éves ember, ez a rettentő, kemény katona, nagyon jó hadvezér, ez kész a halálra. Mert tudja, hogy valakit megbüntetik, ő azt el tudta volna viselni, de ami ezután következett, az megnyomorította az ő teljes életét, és hát ne is mondjuk mást, mint hogy őt bűnbaknak állították be. De mi történik a többiekkel? Kisjenőről szépen lassan elindul hömpölygve a sor, hát igazából milyen forrásokra támaszkodhat az ember? Ilyenkor nagyon sok visszaemlékezés van. Hát visszaemlékezésekkel egy probléma van, a régmúlt mindent megszépít, vagy legalábbis elferdít. Dátumokban van néha kavar, vagy létszámadatokban. Én megpróbálom mindig azért a középutat megtalálni ezek között. Illetve például Kohn Dávid volt az, aki 60 évvel később a szemtanúknak a beszámolóit szépen leírta. Hát ezzel is mi a probléma? 60 évvel később azért már nehéz visszaemlékezni, hogy pontosan hanyadikán mi történt, de ezt nagyjából össze lehet azért rakni. Illetve, mint mondtam, katonai feljegyzések is vannak. Na,
ezek sem mindig pontosak, hiszen gondoljunk bele, hogy az oroszok nem voltak erre felkészülve, logisztikailag nem tudták az egészet jól kezelni. Éppen ezért, amikor Kisinőn keresztül is mentek, akkor igazából szedetvetett sorokban terelték a honvédeket Sarkadra. Na, miért Sarkadra? Ugye koncepció volt az, hogy vagy Nagyváradra kell menni, vagy Aradra, vagy esetleg Pest fele. Sarkad volt az a pont, ahol az utak találkoztak, onnan minden irányba el lehet indítani ezeket a bizonyos katonákat. Ezért mentek Sarkadra. Itt egyébként a tisztek becsület szavukra, egyébként már Kisjenőn is így volt, fegyvereik, oldalfegyvereiket megtartva járhattak, szabadon kelhettek a városban például. Sarkadon is ugyanezt történt, de igyekeztek a magyar katonákat egy közös táborba bezárni, juhaklok közé például. Ez az almásiaknak volt egyébként a területe. Igyekeztek is őket, már a Venkheim grófok is élelmiszerrel ellátni. Hát gondoljunk bele, azért több tízezer embert el kell látni. Ráadásul az időjárás milyen? Nappal nagyon meleg van, éjszaka, sőt eső is esik, éjszaka meg nagyon hideg van. Rendkívül megviselte a szervezetét ezeknek a katonáknak, kolera járvány alakul ki. A szemetet nem tudják eltakarítani, sok ember össze van zárva, el tudjuk képzelni, amikor a legsúlyosabb volt, legalább naponta 30 ember meghalt. És tudjuk, milyen a járvány sajnálatos módon, ez ugye folyamatosan exponenciálisan nő, össze vannak zárva ezek az emberek, éjszaka vacognak, reggel megsülnek, közben megesik az eső. Hát van egy ilyen visszaemlékezés, mely szerint azok a bizonyos juhaklok voltak a legjobb szállások. Csak ezek átalakultak utána kórházzá tulajdonképpen, a kórházak meg temetővé, mert annyit vettek észre, hogy bevizik az embereket és holtan hozzák ki őket. Tehát borzasztó rossz körülmények között vannak, de egyébként már korábban is az oroszok igyekeztek jól tartani a magyarokat, a tiszteknek például a havi járandóságukat vagy napi járandóságukat kifizették, ezek a nem a Kossuth bankokban, hanem az almásiak által, vagy almási által, ez nem a mi almásink. Csak úgy jelzem, ő Habsburg párti volt, amilyenink azok a szabadságharcot támogatták, de azokat a kék bankókat alkalmazták, abban kifizették a tiszteknek a napi bérét, illetve a katonákat, a közkatonákat is igyekeztek kétszer sülttel, hússal ellátni. Nagyon jól bántak velük, nagyon egyszerű volt. Miért? Kötöttek egy olyan megállapodást az oroszok az osztrákokkal, hogy minden katonai költséget az osztrák félnek kell fizetnie. Hát így könnyű azért gavallérnak lenni más kontójára, de... Tovább megyek, mert akkor ott tartottunk, hogy nagyon rossz állapotok voltak, ezt föl kell számolni, mi történik, szépen elirányítják őket Gyulára. De itt akkor nézzük meg azt, hogy az oroszoknak milyen volt a viszonya a magyarokkal, mert például Zerinden találkozott Degré Alajos, őt érdemes megjegyezni, majd lesz tőle egy idézet, még direkt nem mondtam, de az is biztos, hogy ő márciusi ifjú volt, majd pedig fegyvere a kezében a szabadságharcban harcolt. Huszárként egyébként a Károly huszároknál szolgált, és ő volt az, aki a Dembinszkivel együtt egy huszár rohamban részt vett, ami borzasztó öldöklésbe torkolt. A Turai csatáról van szó 1849 nyarának végén. Amikor az oroszok körbekerítették a magyar huszárokat, akkor lehetett választani kettőt. Vagy megadjuk magunkat, vagy verekedünk az utolsó emberig. Ezek a huszárok ezt választották. Degré Alajos is leírta, hogy az ő lovát már több dárda találat érte, ő is több sebből vérzett, és akkor volt, hogy jött a felmentőség, és maga Dembinszki is például leonidászi módon hősiesen harcolt. Hát ugye Dembinszkiről, vagy bocsánat, rosszul mondtam, elnézést, korrigálom, Dezsőfi Arisztidről van szó. Dezsőfi Arisztidről tudjuk, hogy ő 13 vértanúk az egyike. De sok mindent nem szoktunk róla tudni. Nagy, magas ember volt, nem számított a halálra, hiszen 1849-ben feleségét oltár elé kísérte. Nem számított arra, hogy mi lesz majd a következménye, sőt, ő meg is menekülhetett volna egyébként, mert ő az emigrációt választotta, csak a volt tisztársa, Liechtenstein herceg, Hajnau segédtisztje, meggyőzte arról, hogy kieszközli Hajnaunál a kegyelmet, ne meneküljön el, nem biztos, hogy a párját követni tudja, ne legyen becstelen, jöjjön vissza és vállalja a felelősséget, kegyelmet fog kapni. Megkapta a kegyelmet, Hajnaunál mi volt a kegyelem? Kötélről golyóra. Őt ezért végzik ki golyó általi halállal, ez Dezsőfi Arisztid, és egyébként érdekesség az, hogy Degré Alajos itt találkozott több orosszal is, hát ugye egy karddal a kezükben, és Zerinden van egy Olga huszár, ez az egyik orosz huszár ezred, akik ott a Turai csatában is harcoltak, és ott ment oda az egyik tiszt hozzá, hogy mi találkoztunk egyszer már, nem csak karddal a kezünkben, és akkor Degré Alajos mondja, hát ez lehetséges, hogy így történt, és ott mondta azt, hogy
nagyon megszorítottak minket ezek a magyarok. Ti nagyon megszorítottatok minket, és csak azt a püspököt nem látom közöttetek, aki ott volt, aki ott harcolt, halálmegvető bátorsággal is osztotta a halált. Hát kérdezte a Degri, hogy milyen püspökről beszélnek, kérem szépen. Hát azt mondja, hogy nagy szakálla volt, nagy magas ember volt, vörös dolmányban, és a kettős kereszt ott volt a mellén, vagy a kereszt ott volt a mellén. Hát az a vitézségi érdemrend, kérem szépen, ez volt a bizonyos Dezsőfi Arisztid. És csak püspöknek nézték az oroszok, mert azt látták, hogy ugye nagy szakálla van, ott van a kereszt, és ő volt az, aki olyan hősiesen küzdött, ez ott történt meg Zerinden, de akkor ott tartottunk, hogy jönnek át Gyulára. A Gyulára való menet az, hát a források megosztanak egyfelől, vannak olyan források, amik az idő megszépít minden, és azt mondták, hogy milyen nagy kedvel várták itt a magyar tiszteket. Gyula már ki volt merülve. Gondoljunk bele, hogy egy folyamatos háború zajlott Gyula területén, nem, ez egy szerencsés dolog volt, de az embereknek azért a háború azért kivette a pénzt a zsebéből, és már sarkadra is élelmiszer ellátmányt kellett küldeni ennek a töménytelen embernek. Gondoljunk csak bele. Sőt, tovább megyek. Jöttek még az oroszok, azokat is el kellett látni. Hát nem látjuk el, akkor zabrálni fognak. Hát ez nagyon jó. Tudjuk, az oroszoknak ez nagyon jó szokása volt. Mindig is. De tovább megyek azon is, hogy a menet egyfelől nagyon szomorú volt. Egymásba karolva jöttek ide a tisztek. El voltak már csigázva. Nem is kell beszélnem arról, hogy a járványban sújtott sarkadról jöttek. Az oroszok zenével, pompával vonultak be ebbe a városba. És akkor hogyan szállásolják őket el? Nyilvánvalóan egy tömbben nem szabad, ezért a legénységi állományt, itt, ahol most az ortodox templom van, ott azon a bizonyos nagy téren igyekeztek elszállásolni, a tiszteket pedig a városba beszállásolták. Ide a kastélyba is egyébként több száz tiszt jött, ezek egy jelentős része orosz volt. Mielőtt azonban az oroszok idejöttek volna, úri emberekről van szó, Rüdiger a segédtisztjét elküldte. Ennek a segédtisztnek is képzeljük el, megvan a naplója, visszaemlékezése, és ő mondta azt, hogy itt fogadta a kastély akkori úrnője, Jankovics Stefánia grófni, és ő volt az, akinél megkérdezte, hogy hát akkor most látogatóba jöttünk, megszállhatunk-e, vagy legalábbis szívesen látnak-e, és erre Jankovics Stefánia, most gondoljunk bele, azért merész mondatok voltak ezek, azt mondta, hogy Önt, uram, bármikor szívesen látom hajlékomban, azonban a seregét nem. Azért ott az a több ezer, tízezer szuronnyal a háta mögött, vagy legalábbis szemben velük, kemény kijelentés volt ez, de az is biztos, hogy jöttek ezek a bizonyos emberek, ezeket el kellett szállásolni, a városban megtették ezt, illetve több százan jöttek ide a kastélyba is. Damjanicsról tudva levő például, vagy Láner Györgyről, hogy ők a várban nyertek szállást, illetve Damjanics János a kastély oldalsó szárnyában. Források kicsit haloványan emlékeznek meg erről. Van egy olyan visszaemlékezés, miszerint az intéző irodájában, az viszont itt volt. Itt valahol, kérem szépen, ebben a szárnyban, ahol mi vagyunk, itt szállásolták el a délelőtti órákban Damjanics Jánost. Estére át kellett menni a várba, délelőtti órákban pedig itt az oroszok engedélyezték számára, hogy a feleségével időt tudjon eltölteni. Ez hatalmas nagy dolog volt, mert nagyon szerették egymást a feleségével. Csernovics Emilia ugyanis, Damjanics Jánosné, körülbelül már fél éve ebben a kastélyban lakott. Ne felejtjük el, hogy ki volt a kastély ura, gróf Venkem József. Tevőlegesen is támogatta a szabadságharcot. Hát most, ahol ugye a várfürdő területe van, a Lovarda, nem véletlenül kapta ezt a nevét, az például átalakítatta annak érdekében, hogy az aradat ostromló magyar csapatoknak legyen lőszerraktára, meg élelmiszerraktára, és a saját fogatait befogta, hogy a sebesülteket tudják ide-oda szállítani, sőt, még fogolytábort is, vagy legalábbis a tiszteket, itt fogjuk, egy tiszteket, foglyokat elszállásolt a Gyulán, és nagyon jól tartotta őket. Hát persze később vagyonelkobzásra ítélték, a Habsburgok nagyon-nagyon hálásak tudnak lenni. De igazából a kastély ura volt Venkem József, mint mondtam, nagy hazafi volt, az ő felesége volt Jankovics Stefánia grófné, és Jankovics Stefánia grófné, és Damjanics Jánosné, Csernovics Emilia unokatestvérek voltak. Ezért lakott itt már körülbelül fél esztendeje Csernovics Emilia, és az oroszok engedélyezték azt, hogy ebben a bizonyos teremben időt tudjanak eltölteni. Nem csak ők voltak négy szem közt, mert egy találkozó pont volt a tisztek számára egyébként ez a bizonyos terem. Damjanics Jánossal rendkívül sokat kokettáltak, hát hogy ezért Damjanics János magas rangú tiszt, másfelől pedig rá lehet számítani, és ne felejtjük el, hogy azért az egyik legkeményebb és legjobb tisztje, hát 100%-os sikermutatója, ütközetett csatát sosem veszített el. És akárcsak az említett Dezsőfi Arisztid, ő is olyan volt, aki parancsnokként nem azt mondta, hogy előre, hanem hogy utánam. Példamutató ember volt mindenféleképpen, holtában is egyébként. De mindig azt mondom, hogy hát persze tudjuk nagyon jó, hogy október 6-án mi történt. De ezeknél az embereknél nem csak azt kell megnéznünk, hogy hogyan haltak meg, hanem hogy hogyan éltek és miért. Ugyanúgy, hogy miért haltak meg. De visszatérve,
Azért volt annyira nagy dolog, hogy itt Csernomics Emilia és Damjanics János időt tudott eltölteni, mert innen már ne felejtjük el, Arad következik, és ők nagyon szerették egymást. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy Damjanics Jánost ugye utolsó előttiként végzik ki, akasztják, 13-ból 9-et. Akkor megfeszül a kötél a torkán, akkor arra a két dologra gondol, amiért tényleg ilyet halt az életében, mert azok az utolsó mondatai, szegény Emiliám, éljen a haza. Nagyon hosszú kínhalál vár rá, zokszó nélkül tűri, az asszony pedig 60 évvel éri túl az urát. 60 év, gondoljanak bele, egy emberöltő. Egy napig le nem vette a gyászruhát, ő mély gyász tartott, ez azt jelentette, hogy ékszereket sem nagyon viselt, a fekete ruhát csak. Az ékszerek közül egyébként, amit érdemes megemlíteni, az kettő volt, az egyik egy gyűrű, a másik pedig egy egyszerű, dísztelen vas karikagyűrű. Állítólag nagyon vékony volt, kéri az asszony, hogy mind a kettőt temessék mellé. Hát tudni kell, hogy akiket akasztottak, neki külön büntetés volt, hogy vasban, bilincsben kellett a vesztőhelyre menni. Ebből a bilincsből szedett ki egy szemet Csernomics Emilia, ezt formáztatta gyűrűvé. Ugye ez volt az utolsó, ami az urához ért, és valószínűleg azért volt olyan vékony ez a gyűrű, mert 60 éven keresztül forgatta az ujján. Így emlékez meg a párjáról. Hát csak ennyire szerették egymást. És ezt a szerelmet utoljára ebben a kastélyban, nagyjából itt ezen a helyen tudták megélni. Gondoljunk erre is az előadás alatt. De akkor nézzük meg, hogy az oroszok ide megérkeztek, hogyan telt itt az ideje a magyaroknak. Ugye említettem, hogy a magyar tiszteknek, magyar katonáknak, említettem azt, hogy voltak, akik nagyon nagy szívvel látták őket, hát van ellenpélda is. Például, amikor ugye nem véletlenül említettem azt, hogy ki van már véreztetve ez a város, ki van már merülve minden tekintetben, és útközben sarkadról például azt vették észre az elcsigázott vonuló tisztek, gyalogszerrel, például meg katonák is, hogy a parasztok folyamatosan akasztják le a kutakról a vödröt. És akkor, hogy nehogy igyanak, mert hát azt mondták, hogy mi ez a gondoljuk be, több ezer ember jön folyamatosan, mennyire szomjasak lehetnek a tűző nyári napon. És azt mondták, hogy hát most kiisznak itt minden vizet, nekem sem marad, és akkor az egyik tiszt odaszólt a társának, hogy hát ezekért harcoltunk, és akkor állítólag az egyik visszaszólt az egyik kútról vödröt akasztó ember, hogy hát ki kérte az urakat, hogy harcoljanak miértünk. Ez sokszor elő szokott fordulni, nem mindenki volt hálás ezeknek az embereknek. Például Ecsedi Gábor református lelkész volt az, aki például leírta a visszaemlékezéseiben, hogy ő egy olyan tisztet kapott maga mellé, aki egy ritka komisz ember volt, Devecserinek hívták ezt a bizonyos tiszturat. Kapitány volt, aki nem csak hogy lovaival, hintójával jött, hanem még cselédje is volt, meg a felesége is, aki az összes tizifáját Ecsedinek elégette, mert éjjel-nappal mosott, éjjel-nappal főzött, minden pálinkát, és szerintem ez fájt a legjobban neki. De minden pálinkát és bort föléltek, és minden élelmiszert elfogyasztottak, és hát ugye nem igazán érezték magukat, hát mondjuk így, hogy nem igazán érezték magukat vendégnek, ők otthon érezték magukat, és hát ilyen tisztet is kikaptak, de volt ellenpélda is természetesen. Mindig van ez a példa és az a példa, és mind a kettőt együtt kell néznünk, mind a kettő megtörtént itt Gyulán, de például érdekes hozadék az, hogy hogyan teltek itt a napok, hát például az orosz tisztek, Ruzvány György volt az, aki leírta például az emlékirataiban, hogy azt vette észre, hogy hát a mai könyvtárnál, ami a régi városháza környékén volt, ott volt egy üzlet, ahol ilyen Kossuth szobrokat árultak. És ő is akart venni egyet így emléknek. Hát azt vette észre, hogy az oroszok így szépen, nem is titkolva, de hordják ki a Kossuth szobrokat, mindenki vitt haza szuvenyírt. Az orosz tisztek is inkább Kossuthot vitték haza, nem Ferenc Jóskát. Hát ilyesmik megtörténtek ebben a városban. De akkor mi történik itt a tisztekkel? Hát kérem szépen, Damjanicsról már beszéltünk. A többi tisztet pedig nagyon nagy szívvel látta vendégül itt a kastély akkori ura és úrnője. Igyekeztek őket nagyon jól tartani, oroszokat, magyarokat egyaránt. Olyannyira, hogy által még zenészeket is hoztak. Rüdiger segédtisztje azt írja, hogy a kastély az elíziumi mezőkhöz hasonlítható. Még táncra is sor került, nagy lakomákat tartottak, jól érezték magukat, és közben ne feledjük, az oroszok folyamatosan próbálták biztatni a magyarokat, nem lesz baj, a cár majd mindenkit megment. Most akkor föltehetjük a kérdést, hogy ezt miért mondták, mert tudjuk, hogy ez nem így volt. Hazudtak-e, direkt hazudtak-e, vagy csak tévedtek? Hát mind a kettő egyszer, vagy mind a három egyszerre. Mert miért? Gondoljunk bele, hogy ezt a sok embert valamennyire egybe kell tartani, és még vannak harcoló alakulatok, ne feledjük el, Komárom még tartja magát elég sokáig. Éppen ezért Görgei Artúr olyan levelet küldött szét a többi tisztásának, miszerint már szinte szemtelenül jól bánnak vele az oroszok, tehát lehet reménykedni abban, hogy majd a cáratyúska mindenkiért jót áll. Ezt egyébként Rüdiger is próbálta szorgalmazni, mert folyamatosan üzengettek, és volt olyan elképzelés, hiszen ne feledjük le, a cár üzent Ferenc Józsefnek, hogy kegyelmet a megtévedetteknek testvéret kéri, fivéret kéri tőled. Hát Ferenc József bosszúálló volt, 19 esztendős és bosszúálló.
Ne felejtjük el, kik vannak a közelében. Hát ugye ott van Hajnó, aki azt mondja, hogy minden felelősséget vállal, ha arról van szó, vállalni is kellett. Zárójelben mondom azt, hogy például amikor egyszer Dublinban egy sörgyárban tett látogatást, lehet, hogy nem is Dublinban, de Angliában, akkor az ottani munkások megtudták, hogy itt van ez a gyűlölt gazember, és szabályos lázadás volt, ki kellett vezényelni az angol rendőrséget. Hajnót összeverték, és a bajszánál fogva húzták az utcán. Jó nagy bajsza volt egyébként, ebből is látszik, lehetett vele húzni. Hát ott azért elég komolyan veszélybe került az élete, tehát vállalnia is kellett ezt a felelősséget. Később Jókai Mór róla írja azt, hogy a háború után ő volt az, aki magyar birtokokat vásárolt. Magyar nemesként tetszelgett, és egy ilyen összejövetel alkalmával mondta azt, hogy mi magyar nemesek ne hagyjuk a jogainkat sárba tiporni. Érdekes a történelem. De azt is tudjuk, hogy Ferenc József nem akar kegyelmezni, az oroszok pedig ugye egyfelől az ő érdeküket szolgálta az, hogy a magyarokat valamennyire itt tudják tartani, ne lázadjanak föl, ezért is hitegették, másfelől pedig valószínűleg nem rossz indulatból, de bíztak benne, hogy nem lesznek nagyobb retorziók. De mindent elront az, hogy megjelenik az osztrák hadvezetés, akik döbbenve veszik észre egyébként, hogy fegyvere az oldalukon vannak itt a magyar tisztek. Maga Hajnau egyébként Rejsakot és Montenuvo tisztet, tisztulakat küldi a magyaroknak az átvételére. Rejsak elmegy még egyébként máshova a hadiszereket átvenni, utána Montenuvo jön ide nagy csapattal, és föl van háborúdva. Hajnau direkt olyan embereket küld, akikről tudja, hogy kemény tisztek, és a magyarokat annyira nem kedvelik. Most megint egy olyan toposzról szeretnék beszélni, hogy az osztrák tisztek azok mind ilyen magyar falu gazemberek voltak, nem mind egyébként. Az említett Liechtenstein herceg, ő később megzsarolja egyébként Szendrei Júliát, tehát a becsületét mondjuk úgy, hogy azért kérdőre lehet vonni, de sokan voltak korábban, akik a magyar tiszteknek a tisztársai voltak, jóban voltak. Ott van például Leiningen-Westerburg Károly, neki az unokaöccse is az osztrák félnél szolgál, meg a testvére is. Érdekes, hogy a testvére azt mondja, hogy nem kér kegyelmet a fivérének, mert a lázadóknak nem jár kegyelem. Vannak azért érdekességek ebben is, de nem minden osztrák tiszt volt gazember. Egy biztos, hogy Montenuvo azért egy elég kemény katonaember volt. Érdekesség megint csak, hogy ő annak a Mária Ludovikának a fia volt, aki Napóleonnak volt Mária Luisa néven a felesége. Később Montenuvoval megszületett az ifja Montenuvo nevű gyermekük, össze is házasodtak, de ez majd csak a gyerek születése után, de érdekesség mindenképpen, hogy Mária Luisa is járt ebben a kastélyban, és az ő kicsi fia az, akit majd a magyarokat átveszi, és nem túl szépen bánik velük. Mert képzeljük azt a szituációt, hogy jön a hír, itt vannak az osztrákok, ahogy megérkeznek, az orosz őröket próbálják leváltani osztrák őrökre, át fogjuk venni itt a magyar csapatokat. Ezt megtudta Anrep orosz tábornok, aki itt a magyarokat őrizte, és azonnal leváltatta az osztrák őröket orosz származású őrökre, és ez nem véletlen. Azt mondták, hogy mi a mi fogjaink. Mi fogjuk majd tőlük, ha a fegyvert el kell venni, mi fogjuk elvenni, és majd utána adjuk át. Ezzel megint csak a becsületét akarták a magyar tiszteknek megóvni. Azért gondoljunk bele, ezek nem akármilyen játékok, hiszen Hajnó már korábban is toporzékolt. Nagyon jól mutatja, hogy az orosz fél tényleg kedvez a magyaroknak, annál is inkább, hogy igyekeztek a szökéseket, ha arról van szó, elősegíteni. Erre tökéletes példa, augusztus 22-én este Vég József házában a belvárosban egy estét adott a magyar tiszteknek, ahol, hát ez egy ürügy volt tulajdonképpen, hogy a szökésről tudjanak beszélni. Úri becsületszavokat adták, hogy meg tiszti becsületszavokat, hogy nem fognak innen megszökni a magyar tisztek. Tehát úgy voltak vele, hogy kikényszerített eskü, nem eskü. És ne ítéljük el őket, véleményem szerint, amikor lehet választani, akkor mindig az életet kell választani például. Menjünk is tovább szerintem. A kastély korabeli képét látják nagyjából. Itt 1400 tisztet írtam, hogy 1400 tiszt volt ekkor Gyulán. Egy probléma van ezzel, egy korabeli Montenuvo által Hajnaunak küldött jelentésben több mint 2000 tisztről beszél. Egy másik forrás szerint 1400 és 2000 között van a tisztek száma, maradjunk mi is ennél, annál is inkább, mert mint mondtam, szökésről szó lehetett, ezt meg is tették. Olyannyira, hogy az oroszok ezt elő is mozdították, direkt cserkeszekkel őriztették például a magyarokat. A cserkesz népről tudni kell, hogy mai napig rokon
rokon népnek tartják magyarral magukat. Egy lovas népről van szó, és ők előmozdították a magyarok szökését, még polgári ruhákat is szereztek nekik. És például Doboszfele, vagy éppen Nyulavári fele próbáltak megszökni. Voltak, akik elfogtak, de voltak, akik meg tudták menteni magukat. Kísértetiesen emlékeztet ez a történet minket, ha valaki olvasta, már pedig kötelező volt, ugye magyar órán, a Kőszívű ember fiait. Abban ugye Leonin Ramiroff az, aki találkozik Baradlai Ödönnel, aki egy angol hamis papírral próbál menekülni, csak hát rájön arra, hogy ott van Leonin, akivel együtt szöktek meg a farkasoktól, és húzták ki egymást a jég alól, ha ismerős a történet, és hát látja, hogy a Leonin megismerte, és Leonin megmondja neki, hogy hát maga nem ez a bizonyos angol úr, el van fogva Baradlai Ödön. És akkor mondta azt, hát, hogy ismerjük egymást, hát miről van szó? Persze, de amikor ismertük egymást, akkor én még csak testőrhadnagy voltam, most őrnagy vagyok. És akkor mi történik Baradlai Ödönnel? Bezárják egy fészerbe tulajdonképpen, csak ott az, aki őt őrzi, az megkocogtatja az ajtót, és emlékszik el rám, Baradlai úr. És aki őt őrzi, draganyos katona, arról kiderül, hogy ő volt, aki a szánt hajtotta, amikor az orosz pusztán átmenekültek, és ő érte is beugrott Baradlai a jég rá, és akkor azt mondta, hogy én egy egyszerű szolga vagyok, maga mégis kimentett engem, most én mentem ki magát, és ott volt az, hogy mondta, hogy melyik deszka kilóg, ki lehet onnan szökni, és a lovát odaadja, hogy az a leggyorsabb a többi között, elmondja, hogy hogyan lehet ösztökélni, és a viharral együtt haladjon, el tud menekülni. Hát Jókai Móról tudni, hogy szerette valós személyekről mintázni, és valós eseményekről az írásait. Ez, ha megtörtént, akkor az itt Gyulán történt meg. Egy másik érdekesség az, hogy ha látták azt a filmet, például a Szirmok virágok koszorú, borzasztó patetikus film, nem annyira jó megnézni, van benne viszont egy jelenet. Amikor is egy kastélyban ülnek magyar tisztek, orosz tisztekkel együtt, és tudják, hogy az osztrákok át fogják őket venni, és egy vacsorán vannak, ahol mindenféle orosz dalokat játszanak a zenészek, és akkor végül a magyar tisztek a Kossuth nótát éneklik el. Hát, sine rovero, ebben troverto, ahogy az olaszok mondják, ez azt jelenti, hogy ha nem is történt meg, jól hangzik. Tehát ezt arra szoktuk mondani a történész szakmában, hogy megtörténhetett volna, mert erre nincs forrás, ellenben van egy hasonló esetről megemlékezés, mert ott van az, hogy a magyar tisztek mondják azt, hogy ezek átadnak minket holnap az osztrákoknak, ha szökni kell, akkor most kell szökni. És erre az egyik magyar tiszt föláll, emeli a poharát, és azt mondja, hogy Istenem, add, hogy elfeledjem ezt a gyalázatot. Erre a többi föláll, a másik tiszt is azt mondja, hogy Istenem, add, hogy soha ne feledjem el ezt a gyalázatot. Ezért beszélünk most erről, hogy ne feledjük el soha. Ha ez nem is, hogy meg is történt, ha nem is, de így történt volna meg, de hogy történt meg ez valójában, hasonló esetről írnak le, miszerint itt a kastélyban például együtt vacsoráltak oroszok és magyarok, amikor is osztrák tisztek is voltak, akik cigányzenészeket is hozzasztak magukkal, és mindenféle osztrák melódiát játszattak velük, akkor az egyik orosz tiszt odament, lefogta a cigányzenésznek a kezét, és mondta, hogy akkor a Rákóczit húzzátok, de keményen. Ez a Rákóczi induló, hát tudjuk, hogy ez nem az osztrákok szíve csücske, fogalmazzunk így. És erre ráadásul elkezdtek táncolni a magyarokkal az oroszok, hát folyt a pezsgő, a vodka, a pálinka, amit el lehet képzelni, és még el is kezdtek énekelni a saját nyelvükön erre a bizonyos indulóra. Az osztrákoknak meg jeleztek, hogy ideje elmenni, mert ez nem a tibulitok, fogalmazzunk így. Az osztrákok pedig sértődve elhagyták ezt a bizonyos terepet. Hát ha ez a történet erre a bizonyos életre kísértetiesen emlékeztet. De akkor, ha már a tisztekről volt szó, a későbbi 13 vértanú közül 9-en, újabb kutatás szerint azonban tudjuk, hogy 10-en jártak Gyulán, és egyébként emléktábla hirdető a mai napig a városban, hogy kinek hol volt a szállása. Ugye Damjanics, Láner, ők a várban voltak, Lázár Vimos ki van írva, azt el ne higgyék, vannak azért ilyen bizonyos fals információk. Lázár Vimos nem járt nálunk. Fölsoroltam azokat, akik itt voltak, egyszerűbb azonban elmondani, hogy 13 vértonból ki nem volt itt. Az említett nagyon bátor és nagyon vakmerő Dezsőfi Arisztid nem volt itt. Lázár Vimos ki van írva a neve, ne higgyék el, nem járt itt. Következő pedig Vécsei Károly, ez a három ember a 13 vérton közül nem járt itt. Gáspár András itt járt például, vagy éppen Podmanicki Frigyes, hát ugye Budapest vőlegénye, aki nagyon sokat tett Budapest javulásáért, nagyon érdekes karakter volt, barátai csak Friedmanicki Pocinak is nevezték, de az is biztos, hogy ő még huszár kapitányként jár nálunk, és az ő visszaemlékezései fantasztikus forrást jelentenek számunkra. De
Akkor ott tartottunk, hogy megjelentek már az osztrákok, viszont akkor a szökésről beszéltünk, hogy volt, aki megszökött. Viszont föltehetik a kérdést joggal, hogy ha már ilyen körülmények voltak, akkor miért nem szökött meg mindenki? Voltak olyanok, akik kompletten átmasíroztak az orosz táboron. Most képzeljük el, csak mindenki mással törődött, nem akarták a magyarokat elfogni. Hát nagyon egyszerű, ott van például Damjanicsnak az idézetét, látják legfelül, amikor Damjanicsot sírva kérte a felesége, és sőt, még a kasti intézője is, meg a kasti úrnő is, hogy meneküljön innen, amíg van lehetősége. Damjanics annyit mondott, hogy nem tehetem, nem bír a lábam. Ezt fogalmazunk, ugye a gerince volt az, ami nem bírta volna el. A lábát azért mondta, mert például itt szigorúan meghagyták Csausz főorvos és Damjanics Jánosnak, hogy szigorúan vízszintben kell feküdnie, mert 1849 késő tavaszán nyarának elején szekérbalesetet szenvedett, nyíltörése volt a lábának. Amit nem gyógyult be, egyébként amikor fölkötik, akkor is hát képzeljük el, hogy leír a lába a földre, és úgy rángatják meg ezt a törött lábat, amit zokszó nélkül tűr. Nem volt könnyű az ő halála, egyiknek sem egyébként szinte. De ott tartottunk, hogy ő nem megy el. Viszont akkor miért könyörögtek neki, hogy meneküljön innen? Hát az osztrák tisztek, az osztrákok fennhangon beszéltek arról, hogy a lázadó uraknak a feje alja keményen meg lesz vetve. Ez ugye azt jelentette, hogy kivégzések fognak jönni, ezt az intéző is hallotta, egyből rohant értesíteni a tiszteket. Máskor is volt az, hogy az oroszok direkt tüntetőleg fölálltak, ha mondjuk arról volt szó, hogy esetleg lehet innen szökni. És akkor franciául azt mondták a magyar tisztek, vissza lehet ülni, nem fogunk megszökni. De akkor fölmerül a kérdés joggal, hogy miért nem szöknek meg innen. Nézzük meg, ki szökik. Hát ugye, aki az életet választja, természetesen kikényszerített eskü, nem eskü, jogos. Másfelől pedig ezek az emberek miért példamutató az ő életük és a haláluk? Mert október 6-án egy dolgot szoktak nekünk rosszul mondani, mert amióta megemlékezünk október 6-áról, azóta mindig ugyanazt a maszlagot halljuk általában, hogy ezek az embereknek össze kell fognia, vagy a magyarság összefogott egy külső erő ellen, mert ez éppen el akart minket pusztítani, és ezek az emberek az életükkel életüket áldozták annak érdekében, hogy az a bizonyos külső erő, vagy annak ellenében, hogy ez a külső erő ne pusztítson el minket. Egyetlen egy baj van, egy szót kell kicserélni ebben. Ők nem valami ellen áldozták az életüket, hanem valamiért. Mert tudták nagyon jól, hogyha innen megszöknek, ki az, aki szökik, aki bűnös. Viszont ha vállalják a felelősséget, még ha egy olyan per is lesz, ami igazságtalan, sajnos ilyen volt, ők jogosan cselekedtek mindent a szabadságharc ideje alatt, hiszen ők esküdtettek az áprilisi törvényekre, a magyar alkotmányra, ők magyar katonatisztek, külső erő hogyan ítélhetné el ezért őket. Viszont, ha ők megszöknek, akkor ezt zárójelbe teszik. És ők tudták azt, hogy ha kell, akkor a halálukkal is ezt az ügyet fogják szolgálni. Ezért kell róluk megemlékezni, mert ők nem valami ellen áldozták az életüket, hanem valamiért. És ezért maradtak itt többen Gyulán, pedig lett volna lehetőség megszökni, azért ezt mindig vegyük hozzá. Viszont akkor ugye az osztrákok megparancsolják, hogy le kell tenni a fegyvert, erre augusztus 22-én homályosak a források, több dátumot megjelölnek, egyet el lehet fogadni, augusztus 22-én este már ez megkezdődött, a kastély egy termét jelölték ki, ahol folyamatosan átvették a magyar tisztektől az oroszok a fegyverüket. Ezeket még szépen felcímkézték, sőt voltak, hogy odaadták az orosz tiszteknek a fegyverüket, hogy hát ha egyszer majd vissza lehet kapni, erre már sor nem fog kerülni valószínűleg szinte soha. Utána pedig augusztus 23-án már táborban is kihirdették, hogy reggel 6-ra meg kell itt jelenni a kastély és a vár közötti téren, és ott kell átadni a bizonyos fegyvereket. Ezt először hát ugye próbálták szépen lassan tenni, de hát ugye gondoljunk bele, hogy azért több ezer emberről van szó, ez egy nem lassú folyamat, ezért a téren fölhalmozták a fegyvereket, illetve van egy másik forrás, miszerint a kastély intézőjének irodájában, jelzem, ez a szárny. Itt volt ez a bizonyos idő, ahol most vagyunk, ott kellett átadni az oroszoknak a fegyverüket, és ott Rüdiger, az említett Rüdiger segédtisztje volt az, aki várta volna, hogy átadják a fegyvert, de ő nem akart ebben részt venni, nagyon kedvezett a magyarokkal, nem akart őket megalázni, ezért átadta egy osztrák kollégának ezt a bizonyos megtiszteltetést, idézőjelben természetesen. Az osztrák tiszt várta nagyon. Ez a megalázásnak lett volna egy külön aktusa, ne feledjük el, az osztrákok meg akarják alázni a magyarokat. Az őszünkben lázadók, árulók, semmiféle könyörület, kímület nem jár nekik. Éppen ezért az osztrák tiszt meglepődött azon, hogy a magyar tisztek egy krakéler mozdulattal húzták keresztül ezt a fegyver átadást, miszerint a nyitott ablakon át az udvarról, a kivont szabjaikat egyszerűen behaigálták az ablakon, ezzel a bent várakozó osztrák tisztet kvázi kórházba is juttatták, a források szerint több sebből vérezve rogyott össze. A magyaroktól el lehetett venni a fegyverüket, de a becsületüket és a méltóságukat soha.
Ez az a bizonyos sajátos mód, amiről beszéltem. Illetve még azt is érdemes megjegyezni, hogy amikor a magyar katonák, tisztek bejöttek ide a fegyverek átadására, akkor az oroszok is felvonultak és körbevették őket. A beszámolók szerint ez nem azért, hogy a magyar tiszteket bent tartsák itt a téren, hanem az osztrákokat kint. Mert ne feledjük el, hogy egy vizes árok ölelte körül régen a kastélyt és a várat, most a medre még látszik meg az a híd, ahol át lehetett jönni. Azt sorompóval lezárták. Egy osztrák tiszt nem látta a fegyverletételt. Körbeállták az oroszok ugyanis a magyar katonákat, általában a gránátosokat vezették ki, hát most gondoljunk bele, ezek 2 méter magas katonák. Nem lehet átlátni a váluk fölött, mert az osztrákok próbáltak a túlpartra fölállni, hogy onnan lássák a fegyverletételt. Nem jött össze. Itt a magyar tiszteknek azért a méltóságát próbálták megőrizni, bár azért mondjuk úgy, hogy nem volt egyszerű ez a feladat, hiszen a magyar tisztek értelemszerűen a saját főtisztjeik köré csoportosultak, és többen hőbörögtek, többek között Damjanics János volt az, aki lenyugtatta a tiszteket, ennek meg kell lennie. Viszont másnap mondták azt, hogy újra 6-kor ide kell jönni, és meg fog majd indulni Aradra a menet. Előtte persze, hát milyen a magyar ember, jól akarja magát érezni, és a források szerint a magyar tisztek utoljára még jól érezték magukat, így Gyulán az oroszokkal is, vagy az osztrákokkal, meg az oroszokkal is fölvették ebben a versenyt állítólag. Hát volt itt pálinka, sör, bor, fogalmazzunk így. Másnap pedig, amikor itt felsorakoztak, akkor Damjanics János még nem volt az indulók között, említettem önöknek, hogy borzasztó rossz állapotban van a lába. Az orvos is meghagyta, hogy nem szabad ezzel mozgatni, őt majd később, ahogy Hajnó megtudja, hogy Damjanics itt maradt, azonnal követeli, hogy Montenegro azonnal küldjön érte, és hozza őt is Aradra, minél előbb várja őt ugyanis az a bizonyos törvénykezés, vagy törvényszék. De az elindulás sem volt egyszerű, sokan gyalogszerrel voltak kénytelenek menni, akkor képzeljük el, hogy legalább 10 000 főnyi legénységi állomány belőlük is szöktek, meg legalább 1400-2000 fő közötti tiszt megy majd Mácsán keresztül Aradra, az a bizonyos magyar Golgotára, Kossuth-Lajos szavaival élve, és sokakat szekerekre ültették, ahol osztrák katonák ültek feltűzött szuronnyal, azzal parancsal, hogyha valaki innen szökni akar, akkor azonnal lőjék le. Az oroszok is megemlékeznek róla, hogy az osztrákok, ahogy átvették a magyarokat, borzasztóan bántak velük. Ez október 6-án tökéletesen ki is derült, és itt van az a bizonyos Degré-féle idézet. Ugye ő írta ezt, ügyünk világosnál meghalt, sarkadon ki volt terítve, és Gyuláról megindult a világ legnagyobb gyászmenetre, és Aradon megtörtént a temetkezés. Ez volt az a bizonyos gyulai fegyverletétel. De akkor még van pár történet ehhez kapcsolódóan, mert ha úgyis 1848-49 emlékezetéről van szó, hát itt Knézis törött szabjájáról. Említettem önöknek, hogy magyar tisztek nem igazán örültek a fegyverek átadásának lehetőség arra, hogy átadják a fegyvereket. Éppen ezért többen az említett vizesárok vizébe hajtották a fegyverüket. Knézics Károly azonban nem volt hajlandó éppen átadni a fegyverét. Erre két történet is van. Van egy, mely szerint itt a kastély oldalsó szárnyánál egy boros hordókat szállító szekér kerekre tette a pengét, intett a kocsisnak, hogy hajtson, együttes erővel eltörték azt, ő pedig a markolatot a földre a sárba dobta. Egy másik történet szerint Cégény Istvánnál szállt meg Knézics Károly, ugye mondom sem kell, későbbi vértanú, ahol eltörte a bizonyos pengét, és a markolatot egy kútba dobta, a pengét pedig Tokostól annak a gyulai polgárnak adta, Cégény Istvánnak, akinél megszállt. A másik történet szerint is ez a bizonyos törött penge hozzá fog majd kerülni. Egy a biztos, akármelyik történet igaz, mind a kettőre van forrás, és mind a kettőt megőrizte az emlékezet. A Knézics penge mai napig Tokostól ott van a Gyulai Múzeum raktárában. Itt látják egyébként a képen. Mai napig megvan, lesz egy kiállítás nem sokára, volt egy kiállítás, és lesz egy kiállítás, Munkácsi kiállítás, ahol meg tudják nézni önök is ezt a bizonyos sokat megélt pengét. De hát most akkor ehhez érdekesség, itt kettővel arrébb, itt van ez a bizonyos táblácska, ezt itt látják most az oldalsó szárnyunk falán, Almási Döniz állította ezt 1849 emlékére 1929-ben a 80. évfordulón. Ő maga fogalmazta a verset, hogy ehelyettek át nagy lelkek egykor egy nagy tusát, hogy Knézics tiszti kardját csak törve adta át. Ez is azért az emlékezethez mindenképpen hozzá tartozik. Ő még egy másik táblát is emeltetett egyébként. Ő még tudta, hogy hol szállt meg Damjanics János itt a kastélyon belül. Ott is volt ez a tábla, azt ellopták 1945-ben, azóta sincs meg. Állítólag ezt a táblát is, de ez megvan, hála jó Istennek. És akkor egy másik érdekességet, mert ha már az egyik gyulai fegyverletételt említettem önöknek, akkor a másikról is ejtsünk pár szót, mert kettő volt Gyulán. Egy kis fantázia kell, és akkor romantikus szemüveg, hogy ezt értékelni tudjuk. De, mint mondtam, az oroszok tüntetőleg jól bántak a magyarokkal. És a dátumokban nem megyünk bele, mert több forrás máshogy mondja. Egy biztos, a fegyverletétel követően még jól érezték magukat a magyar tisztek itt, ahol most az egyes iskola épülete van, ott állt egykor nagyjából azon a helyen a Korona nevű fogadó. Régen ez jó cégér volt, ma már annyira nem. Híres kaszinója volt ez a városnak, ahol orosz tisztek
Kettő magyar tisztel, fegyvertelen tisztel együtt biliárdoztak. Beléptek az osztrákok, akik döbbenve vették észre, hogy micsoda komázás folyik itt, hát nem tetszett nekik, és véletlen, nem véletlen, ezt nem fogjuk megtudni, de meglökte az egyik magyar tiszta dákójával az osztrák tisztet, aki kapva kapott az alkalmon, hiába kért tőle elnézést a magyar tiszt, kardot rántott, társával együtt ment neki a két fegyvertelen magyarnak. Hát ugye ez eléggé tiszthez méltatlan viselkedés, az oroszok is gyorsan szabját rántottak, mentették volna meg a magyarokat, de azok meg franciául mondták, hogy nem kell, megoldjuk mi a problémát, és hirtelen az oroszok is leengedték a fegyvert, és azt vették észre, ők is kicsit döbbenten, hogy a biliárdákukkal fölfegyverkezett magyar tisztek éppen sarokba szorítják az osztrák kollégákat, és kiverik az egyik kezéből a szabját például. És ugye nem túl szép gondolatok mellett kihajtják őket a koronából, hatalmas tapsihar és éhenzés fogadta a magyar tiszteket, a bizonyos osztrák tiszt fegyvere pedig ott maradt a padlón. Na, ez a másik gyulai fegyverletétel, itt az osztrákoknak kellett letenni a magyarok előtt a fegyvert, ez is itt történt meg Gyulán, még augusztus 24-e előtt. De akkor még egy másik érdekesség, mert ugye sok mindenkit említettem, a 13 vértan közül 10 volt, akit közülük még párat mondtam, egyébként Lenkei is itt volt a fegyverletételnél, ugye róla írt verset Petőfi Sándor, őt is vértanúnak lehetne joggal nevezni, csak az ő sorsa talán kegyetlenebb volt, az ő elméje a fogság alatt megbomlik. Az orvos doktor, aki ezt megállapította, azt hitte, hogy megóvja ezzel Lenkei életét, fogalmazunk úgy, hogy csak hosszabb szenvedést adott a számára, hogy borzasztó rossz körülmények között volt, és azzal a tudattal kellett ott az aradi vár tömlöcében sínylődnie, amíg kétes körülmények között el nem hunyt, hogy a társai sorsában ő nem osztozhat. De azon kívül itt volt még Szende Béla, egyébként ő Frumer Bélaként látta meg 1823-ban Lugoson a napvilágot. Ő kapitány, huszártiszt a szabadságharc alatt. Jogot tanult egyébként, részt vesz Budavár ostrománál is. A érdekesség az, hogy 1876-ban már a kiegyezés után ő honvédelmi miniszterként működik. Ez már a kiegyezés után jelzem, tehát ez az a bizonyos kormány, amikor is egy lovas hadgyakorlatot tartottak nem messze Gyulától. Előtte még Ferenc József is részt vett ezen a bizonyos hadgyakorlaton. Előtte itt a kastély és a vár közötti téren, ne feledjük, itt történt a fegyverletétel. Itt lovagolt el Ferenc József kíséretében Frummer Szende Bélával, illetve a király személyek körüli ügyek miniszterével, hát ma azt mondanám, hogy külügyminiszter, Báró Wenckheim Bélával együtt, és akkor fecsegni akart Ferenc József, megkérdezte a németül Szende Bélától, ön járt-e már Gyulán? Akárhogy nézzük, triviálisan egyszerű kérdés. De ezt többször is föl kellett tennie, mert nem kapott rá választ, ekkor Báró Wenckheim Béla is odafordult Szende Bélához, hogy számon kérje, hogy miért nem válaszol az uralkodónak, mi ez az illetlenség, erre sem reagált Szende Béla, csak megrázkódott, mert közben Báró Wenckheim Béla vállára tette a kezét, ismerték egymást, tudta nagyon jól valószínűleg, hogy miről van szó, ettől Szende Béla megrázkódott, ránézett Ferenc József, és döbbenve vette észre, hogy könnyek borítják Szende Béla arcát, sír a hadügyminiszter. És akkor kérdezte német, hogy hadügyminiszter úrért miért sír, és ekkor hangzottak le ezek a bizonyos szavak: felséges uram, én életemben kétszer voltam Gyulán, első ízben 1849. augusztus 23-án reggel 6 órakor, ezen a helyen, ahol most állok, mint honvéd tiszt fegyvereztettem le, és amidőn a sors másodjára idevezényelt, felséged oldalán, mint honvédelmi miniszter jelenek meg újra. Ezt mondta állítólag konkrétan Szende Béla, csak ennél sokkal többet mondott, mert tudni kell a sorok között olvasni, és a korembere, pláne Ferenc József nagyon jól tudott a sorok között olvasni, mert mit mondott ezzel Szende Béla? Hát kérem szépen azt, 1849. augusztus 23-án reggel 6-kor, mint honvédtiszt, itt kellett letenem a fegyveremet, majd Aradra vezényeltek, ahol mint felségárul várnom kellett a kivégzésemet, majd felséget kegyelmet adott nekem, és 6 év várfogságot kaptam, és midőn a sors másodjára ide vezényelt, itt vagolok felséged oldalán én a honvédtiszt, a felségáruló, és mint felséget hadügyminisztere. Na, ez az a kétes érzés, hogy az emberek fejében, szívében motoszkáltat a kiegyezés környékén, és ilyen érdekes helyzeteket szült. Egyébként megosztanak a visszaemlékezések, állítólag Ferenc Józsefet nem hatotta meg ez a dolog, más forrás szerint pedig egyszerűen tovább lovogott, és rossz volt aznap a kedve, meg is érdemli, ha így volt. Mert hát ugye, mint mondtam, azt a bizonyos sino vero ebin trovato, hát ha nem is történt meg, legalább jól hangzik, mert egy baj van, más források szerint Szende Béla Világosnál járt egy hadgyakorlaton, Világos közelében, és ott hangzottak el ezek a bizonyos szavak. Egy baj van, és ő ott úgy mondta, hogy Világosnál tette le a fegyvert, ő akkor szabadságon volt.
a világosi fegyverletéteni állítólag ő nem volt ott. Ennél azonban érdekesebb az ő karaktere, mert látják egy igen szelíd tekintetű ember, mert nagyon kemény katonatiszt volt, de általában nagyon-nagyon emberséges, nagyon humánus ember volt. Mi sem mutatja ezt jobban, nem véletlenül írtam azt, hogy Budavárának ostrománál 1849. május 21-e a Magyar Honvédelem napja. Zárójel, 1916, ugye Görgei Artúr foglalja el Budavárát, felszabadítva ezzel ugye a fővárost, és diplomáciai súlyt adva a magyar szabadságharc ügyének, 1916. május 21-én hunyja le utoljára a szemét. Görgei Artúr ugyanaznap hal meg. De Frumer Béla az, aki, vagy Szende Béla, aki elsőként hatol be a budai várba, és képzeljük el azt, hogy ő az, aki őrzi Hencit, a várparancsnokot, aki haslövést kapott. Nem volt egy jó ember, mert ő az, aki szétlövette a Dunasort például, ma azt mondanánk terrorbombázást hajtott végre, de vele történt meg az Szende Bélával, hogy ott a budai várnál az embereit vezette, és azt vette észre, hogy az egyik házból kijön egy osztrák tiszt fegyverrel a kezében, és nem akar tágítani, az emberei pedig éppen le akarják szuronnyal szúrni. Ő odaugrott, és leütötte a karjával a szuronyokat, és azt mondta, hogy nem szabad ezt az embert bántani, és próbált vele beszélni, hogy engedje le a karját, és akkor vette észre azt, hogy a házból kijött az ő gyermeke, mármint az osztrák tiszt gyermeke, meg a felesége. Őket próbálta mindenáron védeni ez az ember, és akkor megparancsolta az embereinek, hogy védjék őt, ne essen bántódás ennek az embernek, odaállította a saját embereit, és képzeljük el, hogy utána, hát ha nem is történt meg ez az eset, vagy nem is pont így történt meg Világosnál, ezt Mikszáth Kálmán is leírja róla egyébként. Mind a kettővel, Wenckheim Bélával és Szende Bélával is jóban volt, és nekrológiákban írja ezt Mikszáth Kálmán Szende Béláról, de az is biztos, hogy az megtörtént, hogy 1849 után ügyvédként próbál praktizálni, Lugosra költözik vissza, és folyamatosan vegzálják őt az osztrákok, és be is rendelik Temesvárra, ahol a katonai parancsnok maga elé rendeli, és ekkor egy kicsit úgy furcsán nézegeti őt. És hát megkérdezi, hogy nem találkoztunk mi már valahol, és akkor Szende Béla a vállát vonogatja, hogy tudja ő, tudja a fene. És akkor mondja, hogy hát de, Budavárosra már nem vett részt, és akkor letagadja Szende Béla, hogy hát jó, lehet, hogy ott volt, de nem emlékszik, hogy mi történt, és akkor még a fiát is, meg a feleségét is odahozta ez az osztrák tiszt, mert kiderült, hogy aki őt maga elé rendelte, az a tiszt volt, akinek megmentette az életét, meg a családját. Történelmnél nincsen nagyobb bíró, ezt szoktam mondani. Hát és képzeljük el, hogy utána ez az osztrák tiszt mindent elkövetett annak érdekében, hogy a vegzációt leállítsa Szende Béláról, és így tudott ugye később élni. Mindenképpen érdekesek ezek a történetek. Annál is inkább, mert jól mutatja, hogy ez az ember nem akármilyen volt, és az ő humanitása a háborús időszakban is mennyire előjött, és lám, haszna is volt később. Na akkor egy kicsit gyorsan, mert már telik nagyon az időnk, a Békés megyei Honvéd Egyletről, vagy Gyámolító Egyletnek is lehetne nevezni, pár szót. Mik azok a honvéd egyletek? Az 1860-as években, amikor már enyhült az osztrák birodalomban a nyomás a magyarokra nehezedően, hát ugye vegyük hozzá a passzív ellenállás, nagyon jót tett ennek a gazdasági hanyatlás, illetve a nemzetközi viszonyok, mely szerint az osztrákoknak szüksége volt arra, hogy megegyezzenek a magyarokkal. Ez lesz majd a kiegyezés 1867-ben. De előtte próbáltak egyleteket létrehozni, hogy a volt honvéd tiszteket, honvédeket összegyűjtsék annak érdekében, hogy ápolják 1848-49 emlékét, illetve például ezeket az embereket gyámolítsák. Ne feledjük el, hogy azért a korabeli háborúkban súlyos sebesüléseket is szenvedtek az emberek. Ezek az emberek pedig utána hogyan tudtak megélni? Hát nyomorogtak sokan a hősök közül. Ne feledjük el, hogy a háborúknak vannak hősei, de leginkább áldozatai. Manapság ezt ugye ugyancsak tudjuk, régen is ugyanígy volt, és pontosan ezért jöttek létre az egyletek, ezek politikai szerveződések is voltak, meg szociális szerveződések is, hogy ezeket az embereket tudják gyámolítani, erre alapítványt hoztak létre, támogatták is őket, és így alakult a gomba módra, körülbelül 90 egylet létrejött az országban, ebben tartozott bele a Békés Vármegyei Honvéd Egylet is. Az első ennek elnöke Jenik Móricz volt, maga is a Kobor-Kuszároknál szolgált 48-49-ben. Egyébként az egyletnek még az is célja volt, hogy az áll honvédeket kiszűrjék, mert sokan mondták azt, hogy jaj, én azért vagyok rossz körülmények között, meg jaj, támogassatok engem, mert én volt honvéd vagyok. Hát ezt próbálták kiszűrni, az, hogy valakit fölvegyenek az egyletbe, az igazolni kellett társainak, hogy ő valóban honvéd, illetve bizonyítani kellett az, hogy melyik csatákban, hol harcolt, ki volt a parancsnok. Tehát szépen kikérdezték őket, nem egy állhonvédet le lehetett ezzel buktatni. Hát ugye ezek a hősöknek meg teljesen az antitézis, ha belegondolunk. De ott voltunk még a tagok között, Rozváci Omaszta László, ő maga is szolgált a szabadságharcban, illetve őt azért érdekes, mert az előző kiállításunkhoz nagyon szépen kapcsolódik, hogy a budapesti honvéd menhely fogja majd a tagjai közé fölvenni. Baranus Gergely, aki nem csak Gyula polgármestere volt, erről később lemond, hanem Gyula is szépítészeti egyletnek volt az egyik
egyik vezetője, sokat tett azért, hogy szép legyen a városunk. Vagy például a képét is látják, Petőfi István. Na, a neve nem véletlen ismerős. Hát ugye István öcsémnek hozzáért verset Petőfi Sándor, ő Petőfi Sándor testvére volt, ő maga is harcol a szabadságharcban, századosi rangra emelkedik föl, majd pedig a kiscsákói vadászkastélynál lesz intéző több mint 20 évvel keresztül, ő az egyik alapítója, Almási Kálmánnal, fivérével, Almási Dénessel, Wenckheimeket is ide lehet lenni, az alföldi vagy a csákói vadásztársaságnak. Ez az első, 1850-ben alakul meg, az első vadásztársaság a hazánknak. Persze ez azért is szép, mert a vadgazdálkodással foglalkoztak, másfelől pedig ez politikai intézmény is volt, mert a tagoknak az volt az egyik alapvetése, hogy 1848-49 emlékeit őrizzék meg. És vadászat címszó alatt lehetett találkozni, ugye mindig kellettek, mert ugye megfigyelték az osztrák titkos rendőrök ezeket az embereket, volt, 48-asok voltak, és így tudtak, hát mondjuk így konspirálni, és vadászat során azért nehéz kihallgatni az embereket, mert az örög a bokor, akkor bele lehet lőni. Tehát itt kisebb csoportokra lehetett oszlani, és bizony nem egy szervezkedés ennél a társaságnál alakult meg, és így tudták tartani a kapcsolatot egymással, akár csak a honvéd egyleteknél is. Mert hát még azért gyorsan hozzáveszem, támogatók között ott találjuk például Wenckheim Károlyt és a Wenckheim Krisztinát is, mindjárt elmondom, miért érdekesek ők. A védnökeként ennek a honvéd egyletnek Almási Kálmánt jelölték ki, illetve a feleségét, Wenckheim Mária Stefánia grófnőt. A Wenckheim, említett Wenckheim Józsefnek a kislányáról van szó, kérem szépen, értékeljük, ízlegessük ezeket, annál is inkább például érdekesebb Wenckheim Károly személye, mert ő nemzetőrként szolgál 1848-ban, támogatja a honvéd egyletet, tehát egy probléma van, az ő felesége volt Radetzky Friderika. Ismerős a név, nem? Radetzky ugye az egyik legnagyobb katonai zseneje ekkor a Habsburg birodalomnak, és hát ő volt az a bizonyos Radetzky Friderika, hogy 1848. októberében Gyulán el akartak rabolni. Mert védő volt, hogy az itáliai hadjárat során az olasz felkelést leveri majd Radetzky, és akkor az itáliai hadakkal átjön majd Magyarországra, és pontot tesz az ügy végére, és a gyulai mondjuk így nem az elitkör, a szarvaskocsma volt a gyülekező hely, ez a mai Jókai utcán volt, ahol kitalálták, többek között Szűcs fiskálissal, azért nevezték így az urat, mert ő szerette a rundokat fizetni esténként, és hát ugye mi kell a jó ötletekhez, idő meg energia, például alkohol, és hát akkor nagyon jó ötleteket akartak kitalálni, és hát mondjuk így felhajtva a garatra, kitalálták, hogy akkor Radetzky Friderikát tisztességes körülmények között majd elrabolják. Hát ez, és ehhez még hivatalos engedélyt is próbáltak szerezni. Még a másodalispánhoz Tomcsányhoz is küldtek követett szarvasra. Hát aki csak nagyon jól tudta, hál' Istennek, hogy mi a magyar bürokrácia, kihúzta a fiókot, iktatta a levelet, betolta, és addig, amíg Radetzky Friderika tovább nem ment, addig nem iktatta ezt a bizonyos levelet. A gyulaiak mindig hajlandóak voltak tenni a haza érdekében, még ha így is. De hát most képzeljük el, azért ez igencsak blamás helyzetet támaszthatott a dolgokban. Wenckheim Krisztina pedig ugye, hát Wenckheim Károly volt az, akinek a fiához megy feleségű, de Wenckheim Krisztina talán úgy ismerik a leginkább, hogy ő a leghíresebb, leggazdagabb árva hazánknak, ugye a magyar nábok többek között az ő történetét eleveníti föl, és amit nem írtam ide, de 1865-ben volt egy hatalmas, de már elkésett skandalum az országban, igyekeztek eltitkolni a személyeket is, hogy jobban rettegvésben tartsák az embereket az osztrákok, volt egy bizonyos Almási-Nedecki összeesküvés. A mi Almási családunkhoz oldalággal valamennyire kapcsolódik Almási Pál neve, az ő neve onnan lehet ismerős, hogy ő elnökölt például többek között, amikor kihirdették a függetlenségi nyilatkozatot 1849-ben. Ő egyébként később politikusként a felirati pártnak volt a tagja, tehát mérsékelt politikusnak lehetne nevezni, de mégis 65-ben összeesküdést szervezett, például Nedeckivel, Nedecky Lajossal. Ez igazából a Habsburg birodalom megdöntését próbálta előtérbe hozni, és erre támogatást tudtak szerezni, meg volt egy kiépült sejtjük is, a honvéd egyletek. Ezeket használták fel annak érdekében, hogy ott terjesszék ezt. Kezdetben egy tüntetést próbáltak létrehozni a bécsi forradalomnak az évfordulójára. Az egészből nem lett semmi. Hosszasan szervezkedtek, nagyon próbálták úgy, hogy igazából mindig csak a felső vezetők tudják azt, hogy ki miről van szó, egymást ne tudják földobni. Azonban a honvéd egyletek sorába tartozott egy régi hős 1848-as Asbóth Lajos. Az ő neve is ismerős lehet. Na, ő volt az, aki 10.000 forintért feladta ezt az összeesküvést. 10.000 forintot ért a júdáspénz akkoriban. Ő volt az, aki fizetett ügynök volt, kérem szépen, és lebuktatja ezt az összeesküvést. Végül halálra ítélik
őket egyébként, az összeesküvőket, de ezt kegyelemmel módosítják 20 év várfogságra, csak jön a kiegyezés, és hát lám akkor őket is kiengedték a börtönből. Érdekes, hogy ez a Nedecki Deák Ferencnek az unoköccse. Azért elég blamás dolog volt, viszont nézzük meg, hogy ezek a bizonyos honvédegyletek még erre is jók lettek volna. Ha nincs az, aki lebuktassa őket. Tehát az utolsó honvédet is kiírtam, Szabó Gábor 1927. október 1-én hunyt el, akkor már állítólag 100 esztendős volt, könnyű kiszámolni, 1827-ben született ezek szerint, és ő állítólag részt vett Budavár ostromában, a szabadságharcban honvédként. Az ő történetének tragédiája az, hogy itt a Békés megyében ért, és nagyon idős volt, és amikor kiderült, hogy ő az egyik utolsó még életben lévő honvéd Magyarországon, akkor mindenhonnan kapott leveleket, látogatták őt, támogatást viszont nem kapott. Szarvason is többször próbált támogatást, segélyt kérni, vagy a belügyminisztériumnak is írt, nem kapott segélyt. Elfeledetten, magányosan halt meg igazából, és ráadásul, amikor őt temették, mindenemű pompa nélkül történt meg. Egyetlen egy városi vezető, vagy a vármegyéből bárki, aki prominens ember lett volna, nem vett részt a temetésen. A halottas kocsijához a szomszédja adott két lovat, hogy valaki el tudja húzni, és egyedül a honvéd özvegyek és a honvéd árváknak a koszorúja díszelgett az ő sírján. Na, ez is egy megható történet. Én erre szoktam azt mondani, hogy ez csepp a tengerben, egy a rengeteg sok történet és szomorú történet közül, ami a 20. század Magyarországát jellemezte. Érdekesség azonban, hogy amikor interjút készítettek ezzel az úrral, akkor mondott egy másik évszámot is, mert nem tudta megmondani, hogy mikor született. Hát lehet, hogy még nem is 100 éves, csak 80. Hát azzal egy probléma van, hogyha mondjuk 1837-ben született, vagy még később, hát akkor túl fiatal lett volna ahhoz, hogy ő honvéd legyen. Erre mondta egy kolléga a Hadtörténeti Intézetből, hogy lehet, hogy sikerült egy álhonvédet fognom így 100 év távlatából, ami nem sikerült a honvéd egyletnek, azt én megtettem, de szegény Szabó Gábort most egyelőre bizonyítékok hiány mentsük föl. És akkor igazából még az idő hiány csak két történetet gyorsan át fogunk futni. Az egyik egy bátor hollány, Füffner Paulina, talán nem kell mondanom, itt gyulaiak vagyunk, utca van róla elnevezve, illetve itt nem messze tőlünk van egy emléktáblája, nem véletlenül. Ő 1825. január 19-én Mezőhegyesen született, 1853-ban halt meg itt Gyulán szeptember 29-én. Érdekesség, hogy az édesapja Füffner Félix volt, olasz származású, az édesanyja német származású. Ebből lehet tudni, hogy ekte magyar a hölgy. Annál is inkább, mert ott a Ménes birtokon, hát az édesapja egy tiszt volt, ez egy katonai birtok tulajdonképpen, 1835-ben a felesége elhunyt, és fogalmazunk így, hogy férfias több testvére is volt Paulinának, férfias közegben nőtt fel a kislány, hát mondjuk így, az ilyen férfias dolgok nagyon érdekelték, hát a férfias írást, jelentsen ez bármit, de a források így számolnak belőle, elsajátította, illetve nagyon jól tudott lőni, illetve vívni, kocsit hajtani, lovagolni, tehát amit egy férfinak tudni kell, az Füffner Paulina is tudta, általában nélkül a vadászatot nem lehetett tartani, illetve a fecskét röptében lelőtte az égről. Hát ez nem annyira szép manapság, de mutatja azt, hogy azért elég ügyes hölgyről van szó, és ott több összejövetel volt az ilyen birtokon, tisztek összejöttek, és egy ilyen összejövetelen persze ott volt Paulina, és ahol Jans Bauer Ignác doktor, ott a mezőhegyesi Ménes birtok doktora, kifejtette azt, hát mondjuk így gyalázta a magyarokat, hogy nagyon utálja ezt a népet, és ha ez esetleg itt halna meg magyar területen, akkor csak azt kéri, hogy bárhova vigyék át, máshova a világon a testét, csak itt nem akar még ezek között a magyarok között nyugodni sem. Hát ez elég kemény szavak. És hát sok párbaj van a világon, sok történt, általában hölgyekért volt, hogy hölgyek párbajoztak, de olyan egy volt a világon, ahol egy hölgy menjen oda egy úrhoz, és megfenyeges, hogy kihívja őt párbajra, ha nem fejezi ezt azonnal be. Hát ez volt Füffner Paulina. Nem biztos, hogy megtörtént a párbaj, egy biztos, hogy innentől kezdve az édesapját, hát mondjuk így, hogy fölfele buktatták, Galíciába küldték egy másik birtok igazgatásával, azonban jött a dac korszak, ha úgy tetszik Füffner Paulinánál, színésznőnek át, fölment a Nemzeti Színházhoz, nem lett sikere. Hát csinos volt a hölgy, úgy gondolom, hogy a kormércél szerint igen, de valahogy mégsem tudott, tehát gondolj be, hogy Laborfalvi Róza mellett, Szilágyi Lilla mellett elhelyezkedni azért nehéz, de nem adta fel az álmait, ő színész akar lenni, vándorszínésznek állt, így jutott el Erdélybe, amikor kitört a szabadságharc. Egyébként ő a vándorszínészekről tudni kell, hogy ők azért simlis egy bagás. Gyakran voltak trükkjeik, például az, hogy hölgyek beöltöztek férfiaknak, férfiak pedig nőknek, és így a közönség soraiban csábítgatták az embereket, és végül leleplezték magukat. Hát tökéletesen tudott férfit alakítani Füffner Paulina is, Ligeti Kálmánként
például, és így ő azt gondolja, hogy kitört a szabadságharc, igazi honleány volt, mert ő nem hagyta annyiban a dolgot, beállt a szabadságharc hadseregébe, csak tudjuk, hogy nők azért ritkán állhattak be, ennek megfelelően csomó nő szolgált a szabadságharcban, például Lépstück Mária, Mária főhadnagy, ha így jobban ismerjük az operet, ugye Lépstück Károly volt, ott van Bányai Júlia, ő vitte a legmagasabbra, ő kapitányi rangot szerzett, ő Bányai Gyulai, vagy Bányai, bocsánat, Sárosi Gyula néven harcolt például, de itt van Fifner Paulina, Ligeti Kálmán néven lépett be a szabadságharc hadseregébe, Bemapó soraiba, a Bécsi Akadémiai Légióba. Egyébként a legtöbb, hogy a Bécsi Akadémiai Légióban kezd, nem véletlen. Ezek fiatal srácok voltak, közöttük egy bajusztalan, fiatal, leányos arcú legény nem tűnt föl senkinek, meg nem volt előtte kötelező orvosi vizsgálat. Hát nem volt lebukás veszély. Egyébként itt műtárgyaink is vannak, az egyik egy csappantyús pisztoly, legénységi állományi pisztoly, a másik pedig egy bécsi, ha már ezt mondtam, akadémia légiós, majd nézzék meg mindenféleképpen, kard. Ugye a nevében benne van, Bécsben alakult meg ez a bizonyos légió, egyetemisták alkották, minden egyes kardnak például a markolata, a díszítése más-más karonként, szakonként változott. Kicsit hivalkodó dolog, de hát ezek ilyen srácok voltak, közöttük a nők nem tűntek ki, így harcolt Bemapó hadseregében is, kétszer meg is sebesült, hadnagyi rangra viszi Fifner Paulina, dicsérik egyébként, az emberei tűzbe mennek érte. Nagyon jó katona, kétszer megsebesül, egyszer a lábát éri egy kartárcslövés, szétroncsolja a lábát, tiszta vér lesz az egész zubbonya is, elviszik gyorsan a kötözőbe, és hát mi történik? Véres a zubbony, az orvos látja, hogy hát meg kell nézni, hogy van-e ott a seb, egy rántással letépi, és hát elakad a szava, mert észreveszi, hogy Ligeti Kálmán hadnagy egy kicsit furcsán fejlődött. Furcsa jellegzetességei vannak. És ekkor Ligeti Kálmán per Fifner Paulina is kinyitja a szemét, ő is elképed, mert képzeljék el, maga fölött azt az embert látja, akit ki akart hívni párbajra. Jans Bauer Ignác volt az, aki ekkor már lelkes hazafi. Képzeljük el ezt a szituációt, mint mondtam, az élet a legnagyobb író. És ekkor, hát döbbenten egymásra merednek, és akkor kéri Fifner Paulina azt, hogy tudja nagyon jól, doktor úr, hogy én ki vagyok, tudja, hogy nem vagyok Ligeti Kálmán, de az égre kérem, ha önnek valami szent, ne adjon ki. És ekkor megesküszik az orvos, teljesíti az ígéretét, különbetegként kezeli Fifner Paulinát, nincs lebukás veszély, és hát persze próbálhatni rá, hogy menjen vissza inkább Galíciába a pucihoz. Hát mondom sem kell, Fifner Paulina mondja, hogy gút, és egyből megy vissza, ahogy felépült a seregbe, megint meg fog sebesülni, ott viszont az osztrákok fogják majd fogságba ejteni. Akik viszont gazemberként viselkednek vele, kiderítik, hogy ki ő, hol van az édesapja, és erős kísérettel fölküldik Galíciába, ahol még csapatokat is szerveztek annak érdekében, mert bejárta a hír, hogy itt van ez a bátor lány, hogy kiszabadítsák őt, de ő inkább azt mondta, hogy nem, mert az édesapját fogják elővenni. Itt marad egészen 1852-ig, vagy 50-es évek elejéig, amikor is visszatér Magyarországra, és a sógoránál helyezkedik el, mint írnok, és hát mondjuk így, hogy megint csak férfi ruhát ölt, hogy könnyebben el tudjon helyezkedni és dolgozni tudjon, és a társasági élet egyik prominens oszlopos tagja lesz. Káromkodni is nagyon tudott, italozni is, szivarozni is, meg hát nőket csábítani. Lehet, hogy volt egy olyan tulajdonság, hogy a hölgyeket szerette, én megértem, én is így vagyok ezzel, de lehet, hogy ő is így volt. Egy baj volt egyébként, hogy volt egy hölgy, aki ezt nagyon komolyan vette, Fáninak hívták ezt a hölgyet, csak hát kiderült Ligeti Kálmánról, hogy leány, és nagyon megsértődött rá a Fán, és ő jelenti föl. És 1853-ban elhurcolják otthonról, ide Gyulára hozzák a zsandár laktanyába, ez ma a régi alispáni lak, a most a játszóházban, az a bizonyos zsandárlak, ahol egy hosszas tortúra várt volna megalázó vizsgálatokkal, a nőiességében akarták meggyalázni ezt a hölgyet. Az osztrákok, és ezt nem akarja hagyni, ezért megkaparintja az őrének a fegyverét, egy pisztolyt, és szíven lövi magát. Küzdenek, nagyon bátor, tehát ha belegondolnak. Küzdenek az életéért, nem sikerül, Tormási Lajos egyébként nagyon hosszasan megvannak a források, hosszasan leírja, hogy milyen hölgy volt ő, milyen szép volt, milyen fiatal, milyen erős szervezetű, és még sikerülne megmenteni az életét, de egy fertőzést kap, és ennek következményében fog majd 1853-ban elhunyni. Eltemedik, és a Szentháromság temetőben 1888-ban hoznak létre egy obeliszket, mai napig otthon ez a bizonyos obeliszk, a Szentháromság temetőben ezt a Békés Vármegyei Honvéd Egylet, meg a Gyulai Nőegylet állította. Mondanom sem kell, hogy a Gyulai Nőegyletet tudják kialapítani. Az a bizonyos Jankovics Stefánia, akiről beszéltem, akit az oroszoknak is képes volt ellent mondani, és az orosz osztrák, a magyar tiszteket igen csak jól tartotta. Utolsó zárás, ez már tényleg 3 perc, bírják még, persze, hogy bírják, nem is kell kérdeznem. Pomusz György neve megint csak ismerős lehet, abból a szempontból, hogy róla is van tér elnevezve, 2006-ban, ha jól emlékszem, szobrot is állítottak a számára, 1818-ban Görgei Artúrral egy évben született itt Gyulán. Az édesapja a Patkoló Kovács volt a Wenckheim uradalomban, itt nem messze volt az a bizonyos, ahol most az emléktáblája van, ott laktak ők.
Egyébként érdekesség, hogy az ő édesapjának az összes leszármazott, tehát aki Pomucot találnak ma Magyarországon, az ő édesapjának a leszármazottja. Egyébként Cserjét Kisfát jelent legjobb tudomásom szerint ez a név, az ő életét pedig tökéletesen keretbe foglalja az ő neve. Györgyüként látta meg a napvilágot, lett belőle György, és Georgeként felejezik be majd az életét. Hát román származású, ezért lett ez a neve, majd pedig jogot tanul meg igazából, a hadseregben is nagyon jól működik, majd pedig rangja megtartása nélkül leszerel, jogászként tevékenykedik, szerintem ez ősiba már jogásznak lenni önmagában is, de ő ezt nem tartott annak, mert eljött 1848, amikor is beállt a szabadságharc seregébe, és ekkor magyarosította a nevét, így lett a Györgyiból György. Ugye ugyanarról van szó tulajdonképpen, csak Pepitában, ahol igazából fontos érdeme az, hogy a Békés vármegyei meg itt a környékbeli románságot sikerült mozgósítani annak érdekében, hogy a magyar ügy mellé álljanak. Ez hatalmas fegyvertény. Ne feledjük el, hogy a délvidéken, vagy például Erdélyben iszonyatos pusztítást végeznek a nemzetiségek egymás ellen, és itt sikerül nem csak, hogy békére bírni őket, hanem még be is állítja őket sokukat a seregbe. Ez hatalmas nagy fegyvertény. Így utal egyébként majd Komáromba, a Klapka alatt fog dolgozni, ahol kapitány lesz, a várőrség vagy a város csendőrparancsnoka lesz. Ez most mellékes, ő is megkapja Komáromban a mellevelet, de nem bízik az osztrákokban, hanem külföldre emigrált, több helyen megtaláljuk Kossuth környezetében, de végül majd Amerikába fog menni, ahol Újházi Lászlóval megalapítja Iowában Új Budát, New Budát. A magyar nemzetiségekkel, hát képzeljék csak el, mai napig ott van Új Buda, New Buda Amerikában, Iowában. Ez egyébként ez egy nagyon nagy vállalkozás volt. Az volt a terv, hogy minden magyar embert oda gyűjtenek, és ott egy magyar közösséget fognak létrehozni, hogy a magyar kultúra idegen honban is, de virágozni tudjon. Hát ott nagyon nagy elképzelések voltak, még egyetemi épületet, meg színházat is álmodtak. Hát mondom sem kell, hogy most, ha megnézik Új Budát, akkor ott kukoricaleveleket ringad a szél, tehát nem egy nagyváros. Ingatlan problémák is vannak, egyesek azt mondják, hogy visszaéltek a vagyonnal. Hát voltak ilyenek, Pomusz György pont nem ilyen volt, hogy ha el akarják képzelni, egy magas szikár ember volt, szőke haja volt, szőke szakáll, a kék szem, a hölgyek odáig voltak érte, és nagyon jól megtalálta mindenkivel például a hangot, mert nagyon pozitív személyiség volt, amikor ott Újbudán is mindenki el volt keseredve, akkor ő mindenkihez odament, és őket igazából bátorította, és az ő lelkesedése volt az, ami tovább tudta vinni ezt a közösséget, de jött az amerikai polgárháború, ahol az északiak oldalán harcol, több magyar tiszthez hasonlóan hatalmas nagy felvevőpiaca volt a magyar tiszteknek. Ezek képzett katona emberek voltak, akik már szagoltak puskaport, és így az iowai önkénteseket fogja majd vezetni, majd pedig dandártábornoká, meg címzetes dandártábornoká nevezik ki. Ő maga is vezeti, ő is olyan ember volt, hogy nem előre, hanem utánam. A silói ütközetnél van az, hogy például egy mesterlövész átlövi a csípőjét. És ő még nyerekben marad, viszi tovább az emberét, amíg a lovát is ki nem lövik alól, ami rádől tulajdonképpen, tehát ő meg is sebesül. Túléli a háborút, leszerel, majd pedig megrakják az Egyesült Államok szentpétervári nagykövetévé. Mert hát több nyelven beszél, ekkor egyébként már George lett belőle. Így lett a Györgyből George. Egyébként beszélt oroszul, németül, franciául, latinul, angolul, szláv nyelveken, hát vajon mik lehettek azok, az orosz az biztos közöttük volt, hát azért elég művelt embert kell elképzelni, és ő 1867 és 78 között követ, majd főkövet, konzul lesz, és az ő idejében történt meg az, hogy 1867. október 18-án 7,2 millió dollárért Alaszkát megvette az Egyesült Államok az oroszoktól. Ezt ugye sokan lebecsülték. Volt olyan történész, aki történelemmel kapcsolatos visszáságairól tett tanúbizonyságot, miszerint ezt nem akarta elfogadni, mert igazából lehet azt mondani, hogy arra konkrétan forrás, hogy ő ezt az üzletet megkötötte volna, és ő az, aki ezt megköti, arra nincs nyilvánvaló, mert ez egy ennél szélesebb spektrum. Ez nem úgy képzeljük el, mint amikor veszünk egy kocsit, és egy aláírás elég. Itt azért ez egy hosszabb folyamat. Annyit kell tudni, hogy ha ő a főkonzul, akkor az ő égész alatt történik mindez, neki is része van ebben, ezt szerintem tökéletesen aláírhatjuk. De ezt sokan nem tartották jó ötletnek, ma pedig hát az amerikaiak ezért nagyon lelkesednek, mert tudják, először Alaszkában aranyat találtak, utána pedig olajat, és ez a két dolog, ami megőríti az amerikai embert. Ez többek között Pomusz Györgynek, a gyulai Pomusz Györgynek is köszönhető. Egyébként ő majd ott Szentpéterváron a mandátuma lejárta után fog majd elhunyni, nagy szegénységben állítólag, hát ő fölélte a pénzét.
És van itt még egy utolsó mondat, egy gondolat, a hírhet pomuc milliuk, mert hát biztos önök is kaptak már olyan e-mailt, hogy nigériai hercegek bajban vannak, és hatalmas vagyonuk van, csak nem tudják ezt fölvenni, csak egy kicsi pénzzel megtámogatjuk őket, akkor a bürokratikus rendszert elintézik, és akkor föl lehet venni ezt a vagyont, és abból majd részesedhetek én is. Hát mit ad Isten Gyulán, itt Békés megyében lábra kelt a pletyka az 1800-as évek második felében, hogy Pomuc Györgynek hatalmas birtokai vannak Amerikában, és hatalmas nagy vagyon, a 60 millió dollár. És bizonyos rokonok állították azt, hogy hát ez rájuk vár, csak egy baj van, ki kéne hozzá menni Amerikába, illetve bürokratikus rendszereken keresztül el kéne ezt intézni, papírozni, hogy ez az örökség fölvehető legyen, csak hát nincs rá pénz. És a Békés hasábjaim például hirdették azt, hogy ha valaki támogatná őket, volt, aki támogatta, megpróbálta, akkor kimennek Amerikába, fölveszik a pénzt, és majd részesülnek belőle. Hát kérem szépen, még ezt is mi magyarok találtuk ki, ezt a hülyeséget. Hát kérem szépen, nézzük meg, mert és ráadásul ez több évben is előjött ez a trükk. Próbáltak ezekkel a pomucmilliókkal házalni, hát mondom sem kell, nem voltak pomucmilliók. És így a végén azt hiszem sikerült olyan történeteket is mondanom, amik talán jól rávilágítanak arra, hogy sok mindent tudunk 1848-49-ről, de talán nem mindig tudjuk értékelni azt. Mert gondoljunk bele, sok szólamot szoktunk erről hallani, nem? Sok lózungot. Viszont ha 13 vértanút felidézzük, mindig ugyanazok a papírarcú karakterek jutnak eszünkbe, nem? Általános iskolában bemaguljuk a nevüket, utána a gimnáziumban is elfelejtjük, vagy nem. Ha nem felejtjük el, az még jó, de sose gondolnánk, hogy ők nem akármilyen emberek voltak, hiszen említettem Damjanich Jánost, mennyire tudott szeretni. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy ott van például Lázár Vilmos, akinek kín van a táblája, ne felejtjük, de ő nem járt Gyulán ekkor. Nem szállt meg Gyulán, de például az ő egyik mondata jól mutatja azt, hogy mennyire talpig emberek voltak, és nem csak a halálukat, hanem az életüket is kell nézni. Az utolsó levelében a feleségének, Báró Revicki Máriának szép asszony volt, azt írja például, nagyon szerették egymást, te voltál minden gondolatom, te leszel utolsó sóhajom. Lázár Vilmos sortűzzel végzik ki, és amikor eldörren a sortűz, akkor képzeljenek el, egy kiáltást lehet hallani, Máriám. Ő a feleségének a nevével hal meg az ajkán. Vagy ott van például Dezsőfi Arisztid. Ő képzeljék el, hogy október 6-án föl kell kelteni. Ő alszik. Mint a bunda, föl kell kelteni, most már akkor indulunk kivégezni. És akkor hát megkérdeztek, hogy hogy lehet ilyen nyugat, ő azt mondta, az ő lelkiismerete tiszta, egyedül egyet sajnál, hogy a feleségével nem lehet együtt újra. Mert ő megházasodott Budán a feleségével 49 nyarán, és utána már nem is találkoztak. Borzasztó szomorú dolgok ezek, de mint mondtam, nem csak a halálukat, hanem az életüket is, amiért éltek, azt kell néznünk, és ezek a történetek talán rávilágítanak arra, hogy mennyire szép a magyar történelem, és mennyire sokat illik még tudnunk, vagy legalábbis mennyire sokat érdemes még tudnunk, ha vannak ilyen előadások, és igazából nekem tudják mindig ilyenkor az a legnagyobb szépség, hogy van kinek elmondom, és ilyen szépen összegyűltünk, mert mindig azt mondom, hogy igazából egyetlen egy dolgot felejtenek el nekünk történelmi órán mondani, hogy mi az emberek történetét tanuljuk, akik semmiben nem különböztek tőlünk. Ugyanúgy voltak gyávák, mint mi, ugyanúgy tudtak szeretni is, mint mi. Ugyanúgy voltak bátrak is, mint mi, és ugyanúgy tudtak gyűlölni is, mi arról van szó. És pontosan akármilyen csekély legyen egy ember élete csepp a tengerben, meghatározza mi múltunkat, jelenünket, jövőnket, mert most mondhatják azt, hogy jaj, milyen patetikus dolgok ezek. De önök már több mint egy órája régmúlt emberek, régmúlt történeteiről hallanak egy előadást, amik, mint mondtam, talán ezekkel többé váltunk, tehát a jövőnk is több lesz. Ha van kérdésük, tegyék föl bátran, csak vigyázzanak, válaszolni fogok. Ha nincs, köszönöm szépen a figyelmüket!